Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket! Ez a Kalendárium, a Szombathelyi Televízió helytörténeti magazin műsora. Ahogy az előző adásban szeptemberben ígértem önöknek, ez alkalommal a Kámoni Arborétum 120 éves történetét elevenítjük fel a műsorban, és elsősorban arról beszélgetünk majd, hogy hogyan alapította meg Sági István ezt a gyűjteményes kertet, és végigkísérjük majd a történetét is, hogyan bővült, hogyan gyarapodott ez a nagyon szép gyűjtemény. Hogyha velünk tartanak, akkor arról is ismereteket szerezhetnek, hogy mit köszönhet a tudomány, és mit köszönhetünk mi szombathelyiek az Arborétum alapítójának, Sági Istvánnak. Hogyha a műsorban mindvégig kitartanak, akkor egy képzeletbeli sétán is részt vehetnek velünk a Kámoni Arborétumban, amely sokak szerint éppen ebben a hónapban, októberben a legszebb. Nem tudjuk, hogy így volt-e, de a Kámoni Arborétum alapítója Sági István 1938-ban akár részt is vehetett a Szent Márton szobor felavatásán Szombathelyen. Ez a szobor a Domonkos templom előtt áll 1938. októbere óta. Az éppen 75 esztendős szobor történetét is felelevenítjük a mai műsorban vendégem segítségével. Maradjanak tehát velünk! De mielőtt mindebbe belekezdenénk, lássuk, hogy milyen kerek évfordulókra bukkantunk az októberi hónapban. 75 éve kezdte meg működését a Szombathelyi Vívóklub. 30 éve halt meg Csaba József ornitológus, honismereti kutató. 75 éve felavatták a Szent Márton szobrot, és megemlékeztek a Szent Domonkos rend szombathelyi letelepedésének 300 éves évfordulójáról. 55 éve vezették be az éjjeli orvosi ügyeleti szolgálatot. 85 éve megnyílt a Szabária mozi a Király és a Malom utca sarkán. 100 éve repülőnapot és repülőversenyt tartottak Szombathelyen. 25 éve megalakult a Magyar Demokrata Fórum. 105 éve felavatták a kultúrpalotát, a Szombathelyi Múzeum új épületét. 40 éve állandó csillagászati és tudománytörténeti kiállítás nyílt a Gotthárd Jenő csillagvizsgálóban. 65 éve alakult meg a Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Vas megyei szervezete. 110 éve született Schmidt Lajos, orvos, múzeum alapító, költő. Az imént látott naptárt szokásunk szerint Szombathely történeti kronológiájából válogattuk. Nyilván észrevették, hogy az évfordulók és dátumok között nem szerepelt a Kámoni Arborétum, hiszen egy gyűjteményes kert létrehozását nagyon nehéz lenne egyetlen naphoz kötni. A Kámoni Arborétum vezetői mégis úgy döntöttek, hogy az idén ünnepelnek, hiszen biztosan tudni lehet, hogy 120 éve már létezett ez a gyűjteményes kert Kámonban, ma Szombathely Kámoni városrészén. A műsorban nyilván el fogják mondani vendégeink azt is, hogy hogyan és milyen körülmények között jött létre ez a kert. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban vendégeinket, Borovics Attila főigazgatót, az Erdészeti Tudományos Intézet vezetőjét, és dr. Tóth Józsefet, aki a Hermann Otto szakiskola nyugalmazott tanára, a kertészmérnök. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Nos, tehát honnan is lehet tudni, hogy 120 évvel ezelőtt, tehát valamikor 1890 környékén már létezett ez a gyönyörűséges kert a Kámoni Sági kastély tövében? Nyilván egy arborétum létrejötte, nem úgy indul el, hogy valaki egy alapítókiratot hoz létre, vagy egy olyan emlékkövet ással, amit majd az utókor visszagyűjtve az alapításnak a pontos körülményeit rekonstruálja, hanem egy folyamat. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy a legelső egzotikus növények telepítések minden bizonyan nem maga Sági István, az alapító ültette el, hanem édesapja Sági Mihály, aki egyrészt nagyon jó minőségű agrárgazdálkodást tudott bemutatni a környéken, tehát egy fejlődő és előremutató vállalkozó volt, ha szabad így mondani, de egyúttal egy nagyon híres, országos hírű méhész is volt. És minden bizony ez a méhészet és a méh legelő, a méhek és a növények kapcsolat az, amely arra sarkalta, hogy elkezdjen telepíteni a növényeket is, amelyek egyébként nem őshonosak a környéken. És minden bizony ő volt az első, aki emiatt már egzotikus, egzóta idegenhonos növényeket ültetett. Ez biztos, hogy hozzájárult a fiának a, hogy mondjam, fejlődéséhez, ahhoz, hogy őnek is valamilyen módon a
jogtudományok mellett az érdeklődés a növények felé fordult, és azért gondoljuk azt, hogy Sági István az alapítója az arborétumnak, mert ő volt az, aki először ültetett tudatosan abból a célból, hogy gyűjteményt hozzon létre, hogy fejlessze, és bizonyos tematika szerint ezt megfigyelje, tudományos megfigyeléseket végezzen, majd ezekből publikációkat is készített. Tehát mondhatjuk azt, hogy autodidakta módon magát fejlesztve, önképzéssel, egy nemzetközi hírű dendrológus, tehát fákkal foglalkozó, a fák taxonomián foglalkozó tudósá, hát ért. Megnézzük az életrajzát, abból kiderül, hogy tulajdonképp jogi egyetemet végzett. Ezek szerint se erdőmérnök, se kertészmérnök nem volt. Hát abban a korban nem volt szüksége az, hogy valaki precízen olyan típusú oklevelet szerezzen, ami a hobbija, majd később akár a professzionális szakmája legyen. Nyilvánvaló, hogy akkor is megvoltak azok a kötöttségek, hogy egy földbirtokosnak, vagy jogásznak, a másodszülött gyermeknek, katonatisztnek kellett vagy lehetett lennie. Ő viszont szépen lassan a gazdálkodását is talán úgy érzékeltük a 20-as, 30-as években talán föladva az érdeklődés nagyon erősen a kertészet, a dendrológia és az ehhez köré alakuló hát tudományterületek felé fordult, és hát végülis a hobbiának és egyben a szakmájának is élt egészen haláláig. De talán érdemes azt is megemlíteni, hogy nem volt mindezzel egyedül Vas megyében, hiszen ha jól sejtem, akkor ugyanebben az időszakban, tehát a 19. század vége fele, 20. század elején már nagyon sok ilyen hasonló, ha nem is ilyen gazdag gyűjtemény, de minden esetre kastélykert létezett már. Igen, abban az időben mondhatnánk úgy is, hogy divat volt ilyen gyűjteményes kártek létrehozása, ez a tájképi kárteknek az egyik korszaka volt, és ezek az emberek tulajdonképpen együtt is dolgoztak, mert egymást ismerték, jó barátságban voltak, például ugye Erdődi gróf úrral, aki először alkalmazott tömegesen örökzöldeket ugye Vas megyében, akkor a Gáncsapáti tulajdonossal, és megemlíteni nagyon fontosan a Brózimigazi István nevét, tovább a Szelestai Arborétumnak a vezetőjét, illetve hát megalapítóját Báró Bajcs Mihályt. Az utóbbi arborétum alól érdekes, hogy Vas megyében Dombon van, tehát nem Sikterleten, és talán ő az egyetlen arborétum, amelyik nem folyó vagy vízfolyás mellé lett építve, kialakítva. Most, aki Vas megyében jár kell, egy-egy kastély mellett gyönyörű szép kerteket talál. Nekem például a Rátóti kastély melletti park is eszembe jut, de az nem arborétum. Tulajdonképpen mikortól nevezünk egy kastélykertet, vagy nem kastélykertet, tehát egy gyűjteményes kertet arborétumnak? Az arborétum egy speciális gyűjtemény, amely kifejezetten a fás növényekre specializálódik. Nagyon sokféle fogalom van, néha keverednek is ezek a fogalmak, a botanikus kert, füvészkert, arborétum. Összefoglalóan ezekre azt lehetne mondani, hogy gyűjteményes kert, ez a legnagyobb halmaz, és azon belül pedig hát mondjuk a legösszetettebb ugye a botanikus kert, mert abban nem csupán fás növények, hanem látszárok, évelők és mindenféle más rendszertani egységek is vannak. Tehát akkor mi ezt nem használhatjuk, ezt a fogalmat, akár mondja arborétumra? A gyűjtemény az egy arborétum, mert hogy kifejezetten a fás növényekre specializálódott már a kezdetekben. Azt, hogy látunk dísznövényeket is, látszáró növényeket is, krókuszokat és mindenféle más tavaszi, nyári vagy őszi kelésű látszárokat, nyilván ezt nem írtjuk ki, nagyon szépen kiegészíti a gyűjteményeket, viszont nem ez a fő profilja. Sőt, a Sági is úgy gondoljuk, hogy elsőben a fás növényekre, kifejezetten a fenyőkre, és aztán később más nagyon érdekes, egzotikus növényekre specializálódva adta meg az alapját a mai híres kámoni arborétumnak. Most azt javaslom, hogy mielőtt tovább lépnénk a beszélgetésben, nézzünk meg egy összeállítást a kámoni arborétum úgynevezett öreg parkjáról, ahol a mai napig nagyon sok olyan öreg fa látható és megcsodálható, amelyeket feltételezések szerint 80, 100 vagy 120 esztendővel ezelőtt maga a Sági István telepített. Az arborétum mai bejáratától az egykori Sági kastélyig húzódó terület az öreg park, amely már az 1600-as években a Sági család birtokába került. Ezen a 4 hektáron még ma is mintegy 50 idős fa őrzi az arborétum alapító Sági István emlékét. Az arborétumnak több növénycsoportja, valami 120 éves eredeti telepítés Sági Istvánnak a legelső telepítései közül való. Az első volt ezek a mocsárciprusok,
méghozzá ő az egyik legnagyobb példány, sokáig ő volt az Arbitónak a legmagasabb fája. 34-35 méter magas, és egy vihar letörte a csúcsát, most már ezért nem ő a legmagasabb fa. Érdekessége, hogy fenyő, de lomb hullató fenyő, tehát ősszel lehullatja a lombját. Minél vízzel, tehát nagyon szereti a vízzel elárasztott helyeket, tehát akár egy tó közepén is meg tud élni, és minél jobban vízzel borított a hely, annál nagyobb gyökérbabákat, léggyökereket képez. A Gyöngyös itt folyik közvetlenül mellette, de ők kifejezetten szeretik a vízborításos helyeket. Feltehetően Sági ültette 1900 körül a szomszédos lucfenyőt is, amely mai furcsa formáját egy genetikai változásnak köszönheti. Boszorkány seprűnek hívják azt a rügy mutációt, amely ezt a különleges alakot létrehozta, s amelynek leoltásából a 60-as években új fajta született. Az egyik legkedveltebb törpefenyő a kámoni luc. Néhány méterrel távolabb a 2013-ban az év fájának választott házi berkenye is 100 éve állít méltóságosan. Az egykor népszerű fafajta csak 20-25 év után hoz termést. Ilyenkor október közepetáján mutatkoznak rajta az apró, körte alakú, ízletes gyümölcsök, amelyeket szottyosodás után érdemes fogyasztani. Sági gyűjtötte a növényritkaságokat és egzotikus fajok meghonosításával is foglalkozott. Bár a tengeren túlon sosem járt, távoli földrészek növényeit is megtelepítette. Itt például most látszódik egy tulipánfa. A tulipánfa Amerikából származik, egy 100 éves példány itt ez a fa. Azért nagyon látszik a monumentalitás, ez hatalmas nagy növény. Őt is Sági behozta, Amerikából származik, és Magyarországon teljesen jól meghonosítható, nagyon jól viselkedik magyar viszonyok között. A másik növény az pedig a gyantás ciprus, ő is Amerikából származik, ez egy 100 éves fa. Amerikában az indiánok a házaiknak a fedésére használják ezeket a nagyon durván, pikkelyszerűen leváló kéregdarabokat. Sági Istváné volt az ország leggazdagabb fenyőgyűjteménye. Az arborétum egyik legmeghatározóbb 120 éves mamutfenyőjét 1890 körül telepíthette. Nagyon meghatározó fa, nagyon nagy növésű, 80-90 méter magasra is képes megnőni. Magasságra vannak nála magasabb fák, viszont fatömegre a világon legnagyobb tömegű élőlénynek tartják. Tehát azt mondják, hogy a legnagyobb fákból 600 vagonnyi fát lehet kinyerni. Azt is mondják, hogy Magyarországon egy hektár legjobb minőségű erdőnek nincsen annyi fája, mint Amerikában található egy-egy idősebb fának a fa tömege, mind érdekesség. Viszont ennek erre nagyon pici kis 3-4-5 centis is tobozai vannak, és icipici 2 mg-os, azt hiszem, a magja. A fenyőfélék mellett Sági különösen kedvelte a lomblevelű örökzöldeket. Gyűjteményének egyes darabjai ma is ritkaság számba mennek, s ha egy-egy tavaszi széldöntés vagy betegség elkerüli őket, még évtizedekig emlékeztethetnek a neves dendrológus fák iránti szeretetére. Sági István nem csak a saját örömére telepítette ezeket a növényeket, hanem kutatott is, és nagyon szisztematikusan, úgy tűnik legalábbis a kívülálló számára, hogy nagyon szisztematikusan és tudatosan gyűjtött. Most elsősorban az ismerősök révén, tehát mondjuk a tehetős főúri vagy nemesi családokból származó ismerősök révén, vagy máshonnan is, esetleg távolabbi területekről is, mert nagyon sok egzotikus növény is volt a birtokában, ahogy itt az iménti bejátszásban elhangzott. Igen, hát abban az időben már ugye a föld nagy része fel volt fedezve, és Ságinak a munkássága egészen észak-amerikai fajoktól kezdve a kelet-ázsiai fajokig terjedt, ezt bizonyítják a nemesítései is. Például a pícea, tehát egy lucfenyőnek a fajtája a Sági, amit nem ő nevezett a saját magáról, hanem Gájer Gyula adta neki tisztelete jeléül. Kortársa volt, azt tegyük. Igen, hogyne. Együtt dolgoztak, igen, ismerték egymást, együtt dolgoztak, sőt Gájer Gyulának több cikke is megjelent az arborétumról. Például olyan, hogy egy időszakban már több száz fenyő, abban az időszakban már több száz fenyő, és még több lombos faj volt található. És hát ebből a Sági lucból van példány? Igen, most újból föl lett fedezve, az arborétumban még meglát, és Tokai Sándor volt főkertész, leoltott belőle, ha jól emlékszem, 14 darabot, és ezt most szétossza különböző helyekre, hogy megmaradjon, és akkor ebből újból föl lehet majd szaporítani ezeket a szép kis növénykéket, most még csak egyévesek. Na most ő neki nemesítési munkája kettőből állt, tehát ahogy mondtam, hogy keresztezett, például Pizza, Bias, Kalmon,
illetve hát nemesített, bocsánat, nem csak keresztezett, hanem nemesített. A másik a honosítási munka, ami nagyon érdekes abból a szempontból, hogy például a Magyarországon a bambusznádaknak a honosítása volt, amivel például nagyon nagy eredményt is ért el aranyérmet az Országos Kertészeti Egyesületnek a kiállításán, az 1928-ban, és hát nagyon lényeges volt még a kaucsukfa termesztését, illetve a kaucsukfa nemesítése, és főleg a magnóliákkal is foglalkozott, amiből 20 fajtája volt, és el tudta nyújtani a virágzást egészen a lombfakadás előttitől augusztus elejéig. És ezt például a felújításnál is figyelembe vették, úgyhogy most nagyon sok magnólia fajtában lehet majd gyönyörködni. Ezen kívül nagyon híres volt ugye a közéleti tevékenysége is, hogyha már itt tartunk, mintegy 50 féle fa, sorfát ültetett ki, már ő volt a Szépítő Egyesületben annak idején megbízva a városfásításával, főleg a sorfákkal, tehát azért nevezték sokáig, az ő nevéhez fűződhetne talán az is, hogy a Szombathely a fák városa. Tehát ezt is ő végezte el, nagyon sok kiállításnál szerepelt a munkáival, illetve hát bírálóként is. És tehát életében is elismert szakember igen, volt. Nagyon azért volt. Az még úgy felmerült bennem, hogy távoli földrészekről különböző növényfajtákat beszerezni meglehetősen költséges dolog lehetett. Neki erre igen. volt saját fedezete, forrása? Hát egy darabig volt, mert 1930-ban volt faiskolája, 30-as években volt faiskolája, de hát tulajdonképpen minden pénzét beleölte az arborétumba, úgyhogy ebben félig-meddig tönkre is ment, és felajánlott először is az államnak, majd másodszor 1940-ben ajánlotta fel, amikor súlyosan megbetegedett, és csak bottal tudott járni. Ez azért is érdekes, mert neki állandó kertészesen volt. Egyedül ő maga végzett el minden kertészeti munkát, tehát nagyon bántotta ez a dolog, hogy ő most nem tud a kedves gyermekeivel, hogy úgy mondjam, foglalkozni. És hát gondolom, hogy a háború amúgy is jelentős pusztítást végzett a kertben. Hát minden bizonnyal, nyilván a szegénység, a nélkülözés, a hidegtelek miatt a környező lakosság minden bizonnyal, mivel nem ismerte teljes mértékben ezeknek a gyűjteményeknek és ezeknek a fáknak a valódi értékét, minden bizony hozzájárult az, hogy pusztulás menjen végbe, de talán minél gond volt az, hogy a teljes dokumentáció is megsemmisült. Tehát gyakorlatilag az a háttér dokumentáció, a térképek, a növénylisták is hát megsemmisültek, ami alapján rekonstruálni lehetett volna a megmaradt növényállományt. És abban, hogy gyakorlatilag ezt a kincset újra felfedezték, ehhez egy nagyon jó szemű szakember kellett, Bánó István volt az, aki most szerencsés. Most már a háború után járunk hát akkor? A háború környéke 40-es évek közepe, tehát 44-45-ben járunk még, hiszen gyakorlatilag a kert magára maradt, ugye ő Ausztriába költözött a családja után, és hát végül is ott halt meg Atterzében 45-ben, de mondhatjuk, hogy addigra a kert már sajnos egy leszálló ágba került, hiszen évek óta akkor már nem volt igazi gazdája. És szerencsés véletlen egybeesés az, hogy egy Bánó István nevű erdőmérnök, erdőgondnok az, aki a szombathelyi erdészeti szolgálatnál, majd az erdőgondnokságnál, tehát a mai erdőgazdaság elődjénél, hát a napi rutin feladatai mellett, a napi erdőgazdálkodási feladata mellett felfigyelte arra, hogy hát itt a kastély környékén valami egészen érdekes dolgok vannak, amiket a hivatásos, rendes tankönyvekben nem nagyon tárgyaltak akkor még. Most az arborétumban járva és az arborétumot jól ismerőkkel beszélgetve számomra az derült ki, hogy Bánó István egy legendás személyiség lehetett, aki méltó követője volt az alapítósági Istvánnak. És ő a kutatásban is nagyon komoly eredményeket ért el, ő egy speciális irányt választott, és évtizedeken keresztül azt rendkívül színvonalasan végezte. Ugye nagyon fontos szempont az, hogy 1953-ban egy még nagyobb szerencsés véletlen miatt éppen az Erdészeti Tudományos Intézetnek Szombathelyen a Kálmani Arborétumban az akkori bázison alapult meg a fenyőnemesítési központja. És talán az sem véletlen, hogy 53-ban az akkor már közel 10 éves gyakorlattal rendelkező
mondjuk azt, hogy praxisban lévő erdőmérnököt bízták meg ennek a munkának a vezetésével. Tehát nagyon nagy jelentősége volt ugyanis ennek, hiszen az erdőtelepítési programokhoz, ami akkor mondjuk úgy nézett ki, hogy kb. 1 millió hektár erdőnk volt, nagyon nagy szegénység volt, óriási fahiány volt, és legnagyobb behozatali igényünk éppen a fenyőből jelentkezett. Azonnali lépésekkel kellett valamilyen innováció, és ez pedig a szaporítóanyagoknak egy nagyon új szempontú, nemesített magokkal történő lehajtását jelentette. Nem véletlen az, hogy Bánó István bízták meg ezzel. Az, hogy mellette, és nem mellékesen az Abritommal is olyan magas színvonalon dolgozott, az csak az ő igényességét és hát elkötelezettségét mutatja. Kevésbé tudják Szombathely város polgárai, hogy ő egyébként világszínvonalon a fenyő plantázsa, a fenyő magtermesztő ültetvényeknek azt a koncepcióját honosította meg Magyarországon, sőt, tovább is fejlesztette, amelynek még ma is megvannak a bázisai, tehát a cikotai plantázs, amelyben nemesített, szelektált szaporítóanyagot tudunk előállítani, és kimutatható, hogy mennyire nagyobb a többletteljesítmény ezeknek a csemetéknek, majd az ebből származó, erdőből származó faanyagnak, ez gyakorlatilag Bánó István, és aztán később nyilván a köré csoportosuló munkatársaknak. Szerencsére ma is aktívan közöttünk él, például Retkes József, aki aztán kertészként tette le a névjegyét, de hát meg kell említenem Mátyás Csabát, aki kevesen tudják, Szombathely város talán egyetlen akadémia rendes tagjaként volt egyrészt követője, másrészt ezen a nemesítési alapon egy egészen új tudományterületnek a megalapozója az ERTI-ben, a Tudományos Intézetben, majd később a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. Később azonban a Tudományos Intézet egy más irányt helyezett a fókuszba, mert hogy a fenyő nemesítés az valamelyest háttérbe szorult, jól mondom. Hát ez az elmúlt 20 évnek az eredménye, amiatt, mert nagyobb jelentőséget kapott az őshonos természetközeli gazdálkodás. Tehát ma mondhatjuk azt, hogy a nulláról eljutottunk a 14%-os fenyő részarányhoz. Ebben döntő szerepe volt itt Szombathelyben a Kálmán-Örbölytonban működő tudományos műhelynek. De azt tudnunk kell, hogy a Dunántúlszelkezi homokon, azon a messzes homokon nagyon kevés olyan növény van, és abban olyan őshonos növény van, ami azt a mesterségesen ember által kiszállított, szinte félsivatagi körülményeket kibírná. Vannak olyan termelyek, ahol most sem tudunk mást ültetni. Tehát mondjuk azon a termelyen a fenyő, az erdély fenyő is egy idegenhonosnak számító növény, hiszen azt mi azért ültettük oda, mert más őshonos fajta nem bírná ki azokat a körülményeket. És ilyen szempontban nagyon fontos egy arboritumnak a léte, szóval már a 20-as, 30-as években például Róth Gyula professzor, akkor is már nemzetközi hírű erdész professzor kapcsolatba került Ságival, és azon diskuráltak, hogy ezekre a nagyon szélsőséges termelői körülmények közé a szikre, a száraz szomokterületekre vajon milyen növényt lehet telepíteni, milyen fás növényt, milyen erdőtársulásokat lehet létrehozni, hiszen az őshonos, az egykor ott őshonos kocsányos tölgyeseknek a terméjét megváltoztattuk. És aztán mit javasoltak a szakemberek? Hát maga a Sági is a saját kísérletei alapján jelezte például a Pinus ponderosát, ami egy észak-amerikai óriási elterjedésű fenyőféle, az, amely szerinte még azt a szélsőségesen száraz körülményeket is kibírná, és azt kell mondani, hogy ma is ez egy jó megállapítás, ma is érdekes növény lehetne egy ilyen munkában. De azért tudnunk kell azt, hogy ma az egzotikus növényeknek az erdőbe való telepítését nagyon sokféle szabály, például a természetvédelem, az erdőtörvény és mindenféle egyéb szabály alapján is erősen korlátozzuk. Emiatt van az, hogy most nem annyira fenyőnemesítés, hanem sokkal inkább a közcélú, közérdekű és a társadalmasítás, az itt megszületett ismertetnek tudásnak az, ami a Kálmán Abritomnak a jövőjét jelenti. És hát úgy tűnik, hogy ennek a feladatának egyre jobban megfelel, különösen a 2010-es felújítása óta több lépcsőben nagyon szépen megújult a Kálmán Arborétum, és azt gondolom, hogy ha most Bánó István vagy Sági István látná, valószínűleg elégedett lenne vele. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, most ennyire jutott lehetőségünk, de még maradunk, kedves nézőink, egy pár perc erejéig az Arborétumnál, hiszen Bánó Istvánra nem csak neves kutatóként, hanem lelkes hazafiként is emlékeznek azok, akik ismerték őt, családjának tagjai és egykori kollégái. Ennek konkrét jele is van az Arborétumban, hiszen ő már 1957-ben létrehozott egy emlékhelyet az 56-os forradalom és szabadságharc leverése után nem sokkal. A megemlékezés, amit minden évben megtartanak az Arborétumban, éppen ezen a helyen zajlik, így volt ez az idén is.
Az 56 évvel ezelőtt ültetett malonyai tuják tövében gyűltek össze az emlékezők a Kámoni Arborétum megmentőjének, az erdészeti tudomány meghatározó alakjának tisztelői. Bánó István, aki életének nagy részét Kámonban töltötte és 30 éven át vezette a gyűjteményes kertet, egyedülálló módon állított emléket az 1956-os forradalomnak, tujákat ültetett csoportba. Gyermekeinek is csak évekkel később beszélt róla. 1962-ben édesanyámmal meg vele sétáltunk ezen a részen, és hát kérdezgette, hogy hát fiam, mert észrevettél valamit? Hát mondom, itt olyan szép malonyai tuják vannak ültetve, más úgy nem is jutott nekem eszembe. És akkor mondja, hogy hát kezdj el szabolgatni. És hát bizony akkor derült ki, hogy a nevén csoportok 1956, 10. hó, 23-át, a dátumát adja ki. És hát ekkor szereztem én tudomást arról, hogy bizony 1957-ben ide ezt az emlékhelyet gyakorlatilag létrehoztam. 2003 óta emlékmű is jelöli a különleges facsoport helyét, ahol a Kámoni Arborétumért Egyesület 10 éve minden októberben a forradalomra és Bánó Istvánra emlékezik. Azért vagyunk erre nagyon büszkék, mert szerintünk, és sok kutatás azt támaszza alá, hogy Szombathelyen mindenképpen, de nagy valószínűséggel Magyarország területén is ez az első olyan emlékhely, amely az 1956-os forradalom és szabadságharcnak méltó emléket állított. Ez akkoriban nagyon komoly cselekedet volt, hisz akkor már dühöngött a kádári megtorló rendszer. Számos, ennél sokkal kisebb ügy miatt kerültek emberek évekre a süllyesztőbe, kerültek a gulágra, tűltek el a családjai szeme elől, és ő ezt bevállalta. Az ünnepi megemlékezés szónoka szerint 1956-ban a diktatúra ellenesség, a nemzeti függetlenség vágya és a demokrácia eszméje egyesítette a magyarokat. Katona Attila a Vas megyei Nemzeti Bizottság 1956. november 3-ai emlékiratából idézett, amely a magyar nép legfőbb törekvéseit foglalta össze. Szabadon, függetlenül, demokratikusan akar élni. Minden szomszédjával ki akarja építeni a kölcsönös egyenlőségen és barátságon alapuló jó viszony. Legyen a népé a hatalom, megszenvedett és vérzett érte. Elég vér folyt már Magyarországon, nem akarunk további vérrontást. A Nemzeti Bizottságban a dolgozó nép képviselői foglalnak helyet, üzemek, gyárak, intézmények dolgozó parasztságának küldöttei. A megalakuló különböző pártok a teljes nemzeti egység fenntartása mellett a szólás és sajtószabadság és a legteljesebb demokrácia jegyében alakulnak. A megemlékezés végén a családtagok, az arborétum és az egyesület vezetői helyezték el koszorúikat az emlékhelyen, és mécseseket gyűjtöttek a forradalom áldozatai, valamint a kiváló erdőmérnök és hazafi emlékére. Ahogy ennek a Kámoni Arborétumban lévő emlékhelynek, úgy minden köztéri alkotásnak megvan a maga története. Így van ez a Szent Márton szoborral is, amely a Domonkos templom előtt áll 75 éve Szombathelyen. Hogy hogyan is került ez a szobor oda, és milyen folyamat zajlott, amíg egyáltalán ez a szobor elkészült, és hogy Rumirajki Istvánnak mekkora küzdelmet okozott mindez, arról a következő percekben Salamon Nándor művészeti írótól tudhatunk meg részleteket. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Azt gondolom, hogy ön, aki Rumirajki István életét és tevékenységét egy vaskos monográfiában feldolgozta, nyilván találkozott a legapróbb részletekkel is, és talán az sem véletlen, hogy a kötetének a címlapjára is egy olyan fotót választott, amely Rumirajkinak éppen ezt az alkotását örökíti meg. Ez arra enged bennünket következtetni, hogy ez volt Rumirajki fő műve? Igen, hát ez egyértelmű. Tehát ez egyértelmű volt, amikor ezt a szobrot felavatták, utána ez hát szinte hazai szakirodalomban is egyértelműen ezt a megállapítást fogalmazták meg, hogy ez Rumirajkinak a legsikerültebb szobra.
És ugye említettük, hogy 1938. októberében avatták fel nyilván ünnepélyes külsőségek között ezt a szobrot. De mennyire volt egyértelmű, hogy éppen ide kerüljön ez a szobor, és vajon mennyire volt egyértelmű, hogy éppen ekkor, tehát 1938-ban? Hát a szobor avatásának az időpontját az határozta meg, hogy akkor volt a Domonkos rend Szombathelyre településének 300 éves évfordulója, és erre egy ünnepséget szerveztek, és ennek keretében szándékoztak felavatni ezt a szobrot, ami meg is történt. A históriája azonban sokkal távolabbra nyúlik vissza, egészen 1913-ig, amikor ugye a Szent Márton fejerekjét Szombathelyre hozták, Tóth Istvánnak a porté szobrába ugye helyezték el, és akkor fölmerült már az a gondolat, hogy Szombathelyen kellene egy szobrot állítani Szent Mártonnak. Na most a 29-ben, tehát 1929-ben már körvonalazódott valami, erről Rumi Rajki levelezéséből tudunk, hogy valahol a minisztériumba járva, vagy valahol ott valakiktől értesült arról, hogy ott foglalkoznak a Szent Márton szobornak a kérdésével. Tehát tulajdonképpen ez fölmerült, hogy ki volt a kezdeményező, feltételezések szerint újvári polgármester volt ennek a tulajdonképpen a gondolatnak az elindítója. És miért éppen Rumi Rajki István kapta ezt a megbízást? Na most hát ez is egy hosszú história. Először talán arra válaszolnék, hogy miért azon a helyen. Na most ugye azon a helyen állt valamikor egy kút, tehát egy ilyen városkút, annak a tetején volt egy szélkakas, amelyik Szent Mártont ábrázolta. Na most ez a kis bekerített kút, ez idővel rettenetes állapotba került, és hát egyre többször foglalkozott vele a helyi sajtó, hogy ez a szégyene itt a városnak, ugye itt a Szent Márton és a város közötti határon, ott a templom előtt, és hogy valamit ezzel kellene kezdeni, erről nagyon sokszor írogattak. Na most ugye ez a legenda szerint ugye itt keresztelték meg Szent Mártont, és hát gondolták, hogy valahogy el kéne tüntetni innét ezt a ronda kutat, és hát helyette valamit kellene ide fölállítani, és így született tulajdonképpen meg a konkrétabb gondolat, hogy Szent Márton szobrot állítsanak ide. Először arra gondoltak, hogy egy alakos, tehát egy figurás kutfigurát, szökőkutfigurát terveztetnek valakivel, de aztán később változott ez az elképzelés, és hát ez nagyon sok változáson ment keresztül. Aztán a végső koncepciót maga a művész találta ki, vagy a város kifejezetten erre adott megbízást? Na most hát ennek is nagyon hosszú a története igazából, tehát itt nehéz lenne ezt az egészet elmondani. Közben azért mondom a nézőknek, hogy azokat a képeket, amelyeket most látnak, Salamon Nándor könyvéből vettük, ezek az előzetes tervek, tehát nem kimondottan, így képzelte elsőre Rumi Rajki ezt a szobrot, ahogy az megvalósult. Na most ugye azért érdekes ez a szobor történet, mert Rumi Rajki, mikor ezt a gondolatot megfogta Pesten, hogy szoborállítás lesz, attól kezdve azon munkálkodott mindenképpen, hogy ezt a szobor megbízást ő kapja meg. Na most ez nem volt egyértelmű. Tehát itt ellenségei voltak a városba. Tudomásom szerint Mikes püspök is valaki mással akarta meg fölállítatni a szobrot, de végül is sikerült a Rajkinak megfelelő támogatókat szerezni a városba, elsősorban újra. De akkor ez nem pályázat útján dölt el? Először ő úgy szerette volna, hogy pályázat nélkül. Na most, amikor kiderült, hogy pályázatot akarnak inni, itt szoborbizottság alakult, stb. Tehát eljátszották ezt abban az időben szokásos folyamatot. Először ő azt nyilatkozta, hogy, illetve azt írta a levélbe, hogy ha pályázat lesz, akkor ő ezen nem vesz részt. Tehát ő eleve úgy számolt, hogy ez a szobor csak őt illeti meg. Na most, amikor viszont a pályázatot kiírták, akkor mégis pályázott az első kiírásra is. Itt nagyon hosszú lenne elmesélni az, hogy erre a pályázatra 22 országosan ismert, vagy kevésbé ismert szobrász pályázott, köztük volt Rumi Rajkinak is. Az viszont érdekes, hogy van olyan elképzelés ezek között, a tervek között, ahol püspöki ruhában jelenne meg Márton. Igen. Na most ezt is vitatták, tehát itt nagy viták voltak a városban, az egyházon belül,
azután a város közönsége, a közigazgatásban is viták voltak, a városházán is, tehát itt nagyon sokféle nézet volt. Végül is oda lyukadtak ki a második pályázatnál, hogy azt a szobrot kellene végül is megoldani, amelyiken nem püspökként ábrázolja. Na most ennek is vannak okai, ugye, hogy a keresztelés és a püspökség, stb. Tehát ő még akkor nem volt püspök, amikor az édesanyját megkeresztelte. Tehát itt ilyen teológiai összefüggések is fölmerültek. Itt az egyháznak a képviselői is megnyilatkoztak, és hát végül is maradtak abba, hogy akkor azt a keresztelő jelenetet, de római ruhába ábrázolja Rumi. Tehát ilyen kifogások voltak itt az egyik szoborra kapcsolatban, hogy túlságosan mozgékony, tehát túlságosan lendületesen, dinamikusak a ráncok, és így tovább. Tehát ilyen kifogások is voltak a szoborra kapcsolatban. Akkor volt olyan kifogás, ugye ezt egy festőművész fogalmazta meg, ugye, aki később azt elhagyta Szombathelyt, hogy csak a profilja érdekes ennek az egésznek, és hát, hogy nem körbejárható fontos szobor. Fontos volt, gondolom, hogy körbejárható. Igen, na most ugyanakkor ez egyértelmű, hogy ez egy nézetre tervezett szobor volt, mert a háttérben ott volt a domonkos templom, és a kettő együtt jelenik meg tulajdonképpen látványként, és ezt annak idején komoly értéknek tekintették, hogy ez a szobor és a templom nagyon jó összhangba jelenik meg ezen a helyen. Hát nagyon sok ábrázolást látunk azóta is, ahol együtt szerepel a templommal ez a szobor, és valóban egyfajta harmónia. Igen, hát aztán vannak ilyen reliefszerű szobrok, amelyeknek a háta mögé hiába megyünk oda, nem látunk, hogy semmit, holott mégis olyan, mintha körbejárható szobor lenne, illetve körbe is lehet járni, de semmi érdekeset nem mutat hátulról. Tehát itt is az a helyzet, hogy ez valóban arra az egy nézőpontra, tehát egy fő nézőpontra tervezett szobor volt. Most ez tulajdonképpen egy nem kicsi, talán mondhatjuk egy kis túlzás, egy monumentális alkotás. A városnak minden gond nélkül sikerült előteremteni erre a forrást abban az időben? Hát az anyagi forrásoknak az előteremtése is meglehetősen bonyolult volt. Tehát itt indítottak egyházmegyén belül gyűjtést, aztán a legkülönfélebb anyagiakat próbálták előteremteni, és csak több lépcsőbe sikerült, és ez gondot is jelentett, amikor a művész aztán már a kivitelezéshez fogott, ugye akkor állandó anyagi gondjai voltak, mert kellett volna az anyagot, az segédeket megfizetni, és ugye állandó levelezgetett a várossal, hogy adjanak vagy küldjenek pénzt, mert nem tudja tovább folytatni ezt. És amikor a szobrot felavatták már, még utána is még komoly adósság, mint 3000 pengő adósság maradt utána, amit már a szobor felavatás után kapott csak meg aztán annak az évnek a végén. Tehát ez egy ilyen érdekes dolog volt, de végül is az anyagi alapot az tulajdonképpen a megye és hát a lakosság teremtette meg. És aztán mennyire voltak elégedettek a végeredménnyel? Erről mit lehet tudni? Hát ezzel az előbbi emlegetett Radnait leszámítva meg voltak elégedve a szoborral, és hát mondom, ezt hamarosan megfogalmazták, hogy ez nem csak a városnak a legszebb szobra, és ezt azt hiszem, hogy még mind a mai napig is lehet mondani, hanem ez az egyetlen szobor például, amelyik a legnagyobb, mondjuk 45 után írt művészet történetnek a képes anyagába például benne van. Rumi Rajkiről ez az összes hír ebbe a művészet történetbe, ez az egyetlen szobor. De ha más nem alkotott volna csak ezt, akkor ezek szerint így is nyilván tartanánk a nevét. Igen. És nem került soha veszélybe egyébként ez a szobor? Gondolok itt mondjuk az 50-es évekre. Hát ez már azt jelenti, hogy az újságokból és a mendemondákból derült ki, hogy szóba került az is, hogy el kéne innen vinni ezt a szobrot, sőt állítólag akadtak, akik azt mondták, hogy ezt rá kell akasztani egy láncot, és aztán páncélossal, ha másképp nem lehet elhúzni a helyéről, de ezt én nem tudom. Én nem voltam Szombathelyen akkor, úgyhogy ezt nem tudom, hogy ez valóban fölmerült-e itt. Na most hát ugye később is aztán hát szóba jött az, hogy erősen pusztul, aztán néha megcsonkították, restaurálni kell, de hát azért a szobor állja az időknek a viharát. Hát imáron 75 esztendeje, és reméljük, hogy ez így lesz még a következő évtizedekben is. Nagyon szépen köszönöm, mert azt gondolom, még annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy az tulajdonképpen az az év volt ugye az eucharisztikus kongresszus esztendeje, tehát a szentévvel együtt kapcsolták össze, tehát a domonkosok és a szentév együtt, tehát ezért volt ez egy nagy
ünnepség Szombathelyen többet. Tehát maga alkalom. A szobor avatás is ezért vált egy nagyon emlékezetes kultúrtörténeti eseményé. És hát remélhetőleg mindazoknak emlékezetes maga a szobor, akik Szombathelyen járnak és magukkal viszik ennek képét. Igen, azt hiszem, hogy ez egy kicsit jelkép. Köszönöm. Az izom mellett mindenképpen én azt gondolom az egyik. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, ennyi fért a kalendárium mai adásába. Legközelebb novemberben találkozhatnak velünk. Addig is adásainkat visszanézhetik az interneten a www.stv.hu címen. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorvezetőt öltöztette Jean Store. Minden, ami divat.